Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel április 18-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Magha holdházban van. Efelett a holdház felett Regulus csillag uralkodik. Regulus az egy királyi csillag, és úgy mondták régebben, hogy Regulus az a királyoknak, a császároknak, az uralkodóknak a csillaga. Regulus az az oroszlánnak a szíve. Tehát ez a csillag, meg az oroszlán szíve kihat a mi szív ügyeinkre is. Természetesen a szerelemre, de a szeretetre is. Azon kívül azt is jelenti, hogy figyeljünk oda azokra a dolgokra, amit kedvelünk. Ez lehet a hivatás, a hobbi, a család, a barátságok, de Regulusnál, a szívnél elsősorban szerelmi kapcsolatokról van szó. Ez áll most itt a középpontban. Ezen a napon a nap és a hold egy nagyon szép kapcsolatban áll egymással. Az indiai asztrológia szerint, és ez egy precíz számítás, mindkettő a tűz elemében van, tehát ez hat ki a mai napra, a bátorság, a lelkesedés, a szenvedélyek. Mars bolygó és Jupiter bolygó még mindig egy jó kapcsolatban áll. Ezek a lehetőségek, és oda kellene befektetni az élet erőnket. Mars bolygó jelentheti a férfiakat is, lehet, hogy ők megkapják az igazságot, vagy szerencséjük van a napokban. Ezen a napon, április 18-án Vénusz bolygó és egy visszafele tekintő Merkur bolygó együtt hat. Itt szerelmi témákról van szó, kommunikációról, mivel Merkur bolygó visszatekint, itt a múltról van szó, és lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, vagy visszatér hozzád, lesz újra beszélgetés. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. A halak jelentik az anyagiakat, vagy a munkát, hivatást, hiszen ez összefügg egymással. Viszont ott vannak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Az egerek eltávolítanak valamit. Lehet, hogy elveszítette a munkáját. Az is lehet, hogy itt vannak kiadások, vagy pénzveszteség. Az is lehet, hogy fél attól, hogy kiadás lesz, hogy elveszíti a munkáját, hogy kevesebb lesz a bevétel. A halak jelentik a belső értékeket is, az elismeréseket, de mivel ezt az egerek eltávolítják, hiányzik az elismerés. Úgy gondolja, hogy ő szorgalmas, de nem kapja meg a munkájáért az elismerést, amit ő megérdemelne. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy korábban ő nem dicsért téged, hiányzott az elismerés, nem mutatta ki azt, hogy értékes vagy számára, és most itt töpreng, lehet, hogy ezt megbánta. Az érzelmeit bal oldalon láthatjuk. A horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol ő le tud horgonyozni. A nap a sikereket, a kisugárzást, a vonzalmat kettőtök között.
A nap azt is jelenti, hogy látni akar téged. Visszatérve a horgonyra, a horgony gyakran szimbolizálja a munkahelyet, és itt lehet egy munkahelyi változás, a nap megvilágít egy új lehetőséget. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható, ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban, ő látni akar téged, és a madarak jelentik a vidámságot, a könnyűséget és a kommunikációt, ő találkozni akar veled, és beszélni szeretne veled bizonyos dolgokról. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített. Itt a rovás írásról van szó, az A betűről. A régi írásmód az középen van. Mit jelent az A betű? Az lehet egy név, például Antal, vagy Antónia, vagy egy helység, Agár, vagy egy fogalom, azonnal. Mi jut eszedbe neked az A betűről, azt leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. A régi írásmód középen van, úgy néz ki, mint egy P betű. Az egyenes vonal az jelenti az élet útját, vagy a tiéted, vagy egy közös életutat, és ebből az életútból lesz itt egy kanyar. Odafigyel más dolgokra, lehet külső befolyás, úgy kifele tekint. Átvizsgál valamit, de utána visszahúzódik, vagy mindketten visszahúzódtok, és minden úgy halad, mint ahogy eddig történt. A német nyelv területen szintén vannak ilyen régi betűk, ők ezeket rúnának nevezik, és ott látható bal oldalon a rúna, ugyanúgy néz ki, mint a rovás írás. Ez a rúna, ez jelenti a szerelmi kapcsolatot, a nőies és a férfias energiát. Látható, hogy ott kéz a kézben haladnak előre, és érezhető a nyitottság, érezhető a testi kapcsolat, illetve a testi vonzalom is. A napi energia az jobb oldalon látható, ez a kártya jelenti az egész világot. Ez lehet egy utazás, lehetnek külföldi kapcsolatok. A hölgy a képen nagyon vidám, tehát megvan itt is a könnyűség, a vidámság, a mozgás, olyan hasonló, mint a madaraknál. És megvan az életöröm, az is lehet, hogy lesz itt egy utazás, vagy egy utazás tervezés. Összefoglalnám, hogy mit mutatnak a kártyák. Fél attól, hogy lesz kiadás, vagy pénz, veszteség. Nem kapja meg az elismerést. Az is lehet, hogy ő korábban nem dicsért téged, de mivel ez megjelenik a gondolatában, ezt ő megbánta. Kell a biztonság érzete, és megvan ehhez a kisugárzása, sőt, megvan a vonzalom kettőtök között. Látni akar téged, és ennek érdekében fog tenni valamit, hiszen mozgásba jön. Lesz könnyűség, lesz vidámság, lesznek beszélgetések, és bizonyos dolgokat ő szeretne tisztázni veled, megbeszélni veled. Ezek lehetnek közös tervek is. Ahogy a rovás írás mutatja, itt lesz egy olyan kiruccanás, vagy együtt lesz egy közös irány, lesznek újdonságok, de úgy látható a képen, hogy akkor is, ha megvan ez az érdeklődés, vagy vannak külső befolyások, vagy vannak tervek, de mégis visszatértek a régi életútra. Ami a rúnát illeti, itt megvan a vonzalom, megvan a szerelem, sőt, lesz itt egy testi kapcsolat is. És a napi kártya mutatja a könnyűséget,
a vidámságot, a mozgást, a nevetést, és lehet egy utazás is. Ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, írd le a véleményedet a kommentárban, vagy azt, hogy mit jelent számodra az A betű. Meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maya naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!